idén is menet zenével és mazsorát felvonulással kezdődik az augusztális programsorozat már pénteken. A jubileumi 20. alkalommal megtartott rendezvényen részt vesznek határon túli zenekarok és mazsorett csoportok is. Augusztus 20-án szombaton is folytatódik a rendezvény. Reggel 9 órától a Szalki-szigeten lesz a fúvós zenekarok és mazsorettek műsora. Ezt követi Cserna Gábor polgármester ünnepi köszöntője, valamint a kenyérszentelés. Az ünnepi rendezvény koncertekkel és különböző bemutatókkal folytatódik. Zenica, illetve a Vasas Néptánc Együttes fog fellépni. Itt lesz velünk Lép Tamás, Paulo az afrotáncával. Igyekeztük most idén a nagy színpadra felvinni a sportrendezvények, ugye, mert hát, hogy Szent István Kupa ugyanúgy lesz idén is. Eredményhirdetését bízunk benne, hogy addigra véget érnek a bajnokságok, és tudunk eredményt hirdetni a színpadon délután 4 órától. Koncertek hada várja a kilátogatókat. Aki messziről jön és autóval érkezik, számítson arra, hogy nem lesz egyszerű a közlekedés. Augusztus 19-én teljes útzár lesz a Bartók Béla utcában, a Dózsa György út, Szórád Márton út, Városháza tér közötti szakaszon, valamint a Vasmű út, Városháza tér, Kossuth Lajos utca közötti szakaszon is. Másnap, azaz augusztus 20-án is forgalomkorlátozásra kell számítani. A Szalki-szigeten lesznek a városi rendezvények, ennek keretében a Szigeti úton lesz egy megállni tilos bevezetve, illetve a Szigeti úton nyilván nem lehet megállni, hogy a le- és fölhaladó járművek forgalmát ne zavarjuk ezen a kétszeressávos úton. Egyben, amennyiben a szigeti parkolók megtelnek járművekkel, akkor a szigetre való lejutás az meg lesz tiltva, és az üdülősoron lehet parkolni az autókkal. A közlekedést minden esetben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság és a helyi polgárőr szervezetek munkatársai biztosítják.